Sziasztok, Petra vagyok, és igyekszem a válaszkésznevelés keletein belül nevelni a gyermekünket, és ezzel kapcsolatosan összeírtam egy pár dolgot, hogy, hogy mik azok a tévedések a válaszkészneveléssel kapcsolatban, amik a köztudatban vannak, illetve mi valójában a válaszkész nevelés, milyen fontos szempontok mentén gondozza a gyermekét az, aki a válaszkésznevelést választja, és hogy, és hogy mi a célja a válaszkésznevelésnek. Én a gyerekvállalás előtt már évekkel elkezdtem ezzel a témával foglalkozni. Nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat kutakodtam ebben a témában. Elsősorban egyébként önismereti célnal, tehát ugye jártam két és fél évig pszichológushoz, amire azért volt szükségem, hogy egy kicsit megértsem a saját működésemet, és azt, hogy én bennem mi, miért, hogyan alakult ki, és, és hogy mennyire más is lehetnék én hogyha ha nem olyan lett volna a gyerekkorom, mint amilyen volt, tehát mennyivel kevesebb küzdelem lett volna előttem az életben. És hát ennek kapcsán kezdtem el rengeteget olvasni a témában. Nagyon sok önismereti témájuk könyvet, illetve ö, pszichológia témájuk könyvet olvastam. Jártam ugye pszichológia szakra is, ö, két fél évet nem fejeztem egyébként be, de majd egyszer lehet, hogy 70 évesen majd befejezem. Szóval, hogy nagyon mélyen érintett ez a téma, és tényleg szívügyemmé vált, és, és körülöttem, a körülöttem élő gyerekeket is állandóan e, néztem, hogy hogy működnek, és, és nagy lelkesedéssel és szeretettel fordultam feléjük, mert tudtam, hogy mennyire, mennyire sok mindent csinálunk generációsan rosszul, és mennyire sok minden van, amin. Érdemes változtatnunk, de annyira sok minden van, amiről nem is tudjuk, hogy mennyire ártalmas, és mégis csináljuk. Még mindig a mai napig ezek a berögződések, a bőrünk alá ivódott, kegyetlenkedés és a másik érzéseinek elbakatalizálása, az tényleg szinte szinte már a vérünkben van. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok dolog van, amit lehet változtatni, és amin érdemes változtatni. És, és ezzel kapcsolatban rengeteg ismeretet gyűjtöttem, és mióta magam is édesanyja vagyok ennél csak sokkal több ismeretre lett szükségem a gyerekek működését illetően, az érzelmeiket illetően, a biológiai működésüket illetően, szoptatásról, altatásról, testközelség igényéről, szóval rengeteg e, dolgot néztem meg, és olvastam el az elmúlt pár évben ebben a témában. Na, úgyhogy ezzel kapcsolatosan, e, amiket felírtam mostanában, válaszkész nevelés, tények és tévhitek, célok, alapok, ez az, amiről ma mesélni fogok nektek. Szóval nagyon sokan azt hiszik, hogy a válaszkésznevelés azt jelenti, hogy nincsenek szabályok, hogy nincsenek határok, a gyerek bármit kér, azonnal teljesül, a gyerek felé nincsenek elvárások, folyamatosan csak szoptatás megy mindenhol, még akár iskoláskorig is szoptatni, ez a, ez a legfontosabb dolog, akkor hordoznak a válaszkésznevelők, együtt alszanak, ha kell, ha nem, gyerek már régen aludna egyedül az ágyában, de az anyuka ragaszkodik hozzá, mert ez a válaszkészség, az anyuka robotként szolgál, hogyha a gyereknek éppen a 227. ételt kell megcsinálnia, akkor azt megcsinálja, ha éjjel egyig van fenn a gyerek, akkor éjjel egyig van fenn, ha nem alszik délután, kit érdekel, ha egész délelőtt mesét akar nézni, nem zavar, csokit akar enni, egyen, át akar futni az úttesten, bele akar nyúlni a konnektorba, le akar jutni a nagymamát, kit érdekel, hadd csinálja, hiszen ez most éppen a gyerek igénye valószínűleg. Na, hát ez egy nagy tévedés óriási tévedés. Ezekről egy kicsit bővebben is már csináltam egy videót a tévedésekről, megtaláltok egyébként a, a videólistámban ezt a dolgot, de ez nem a válaszkésznevelés, Tehát a válaszkésznevelés bár a köztudatban úgy él, hogy a gyerek igénye a legelső, természetesen a gyereknek nem az az igénye, hogy belenyüljön a konnektorba, hiába is az adott helyzetben éppen úgy tűnik, mint ez lenne az ő legfőbb vágya, de ez, ez nem az. Szóval ez, amiket most itt felsoroltam, ez nem nevelés, ez az elhanyagolásnak az egyik formája, ami egy bántalmazási forma, nagyon súlyos következményekkel, tehát amikor nincsenek korlátok, nincsenek határok, annak a gyerek nagyon keményen megissza a levét rövid és hosszú távon is. Na most a skálának a másik vége, az is egy érzelmi elhanyagolás fajta, esetleg mondjuk még fizikai bántalmazással is egybekötve, az pedig a, ugye az, amit most meséltem, az a leszéfer nevelés, vagyis a ráhagyó nevelés, amikor a gyereket tulajdonképpen így nem foglalkozunk vele. A másik véglet pedig a tekintélyelvű nevelés, ahol ahol az nem számít egyáltalán továbbra sem, hogy a gyereknek mik az igényei, mit szeretne, mire vágyik, milyen érzései vannak, milyen, milyen fontos biológiai szükségletei vannak, stb., mert nincsen erről semmilyen ismeret, hanem az számít csak, hogy a gyereknek milyennek kell lennie, van egy elképzelés jó előre, aminek valószínűleg semmi köze nincsen a gyerekhez, és akkor azt azért is lenyomjuk a gyerek torkán, hogy ilyenné kell válnia, és szépen beleütjük őt ebbe a formába tulajdonképpen. Szóval ez is egy érzelmi elhanyagolás, és, és, és ez, ez is arról szól, hogy a, hogy a gyereknek a, a valódi, Igényei és a gyereknek a, a, a működése az, azok nem ismertek egyáltalán, és igazából nem is számítanak. A válaszkésznevelés az, ami középen van, ami a gyereknek a, az igényeire reagál, emellett pedig a gyereket szeretné egy mederben tartani, de egy olyan mederben, ami mind a társadalom és a család számára elfogadható, illetve mind a gyereknek is kényelmes. Szóval vannak olyan emberek, akik szerint a gyerekeket minél előbb hozzá kell szoktatni a családi menetrendhez, hiszen ő az új jövővény, nekünk már ugye megvan az életünk, és illeszkedjen bele ő ebbe a képbe, ami igazából logikusnak is hangzik, egészen addig, amíg az ember nem tudja, hogy a csecsemőknek rengeteg vele született igénye és tulajdonsága van, és ezekről nem tudnak lemondani, ez tulajdonképpen a létszükségletükhöz fontos, igaz, hogy nem halnak bele mondjuk azonnal, de, de hosszú távon óriási nagy károkat tud okozni a gyerekeknek, az a kisbabáknak az, hogyha ezeket az igényeiket mi ignoráljuk. Na most, nagyon sokan azt hiszik, hogy egy gyerek, amikor megszületik, akkor olyan, mint egy mobiltelefon, amit újonnan kaptunk, ki kell csomagolni, és akkor szépen beállítgatjuk a paramétereket, és akkor így készen vagyunk. Van realitás alapja ennek a, ennek a, a, a hasonlatnak, de a gyerek már eleve nagyon sok tulajdonsággal születik, meg készségekkel születik, meg van saját komfortzónája, ami teljesen egyedi minden gyereknél. Úgyhogy, úgyhogy azért ezt a részét is érdemes ismerni ennek a dolognak. A probléma nagyon összetett, hogy miért miért nevelnek és gondoznak nagyon sokan a mai napig elvűen, illetve leszéfer lesz módon gyerekeket, vagyis hogy ezzel a ráhagyó, Elhanyagoló nevelése gyerekeket, mert az is egy elhanyagolási forma, hogyha megállás nélkül csokoládét kap a gyerek, nem számít, jó van, mase akar fogadni, nem számít, em, mesét akar nézni, nem számít, mi baja lesz egy kis mesétől, semmi baja nem lesz. Szóval nyilván egy kis mesétől nem lesz semmi baja, de mondjuk a 0 24 ül a gyerek éveken keresztül a tévé előtt abban már annál inkább. Szóval a probléma az nagyon-nagyon összetett. Először is a legtöbb esetben nincs elegendő tudásunk arról, hogy mik egy csecsemőnek vagy egy gyereknek az igényei. Nagyon gyakran a társadalom, illetve a saját környezetünk téves, elavult, vagy éppen hiányos ismeretekkel rendelkezik, és ennek, ennek keretén belül próbál ránk nyomást gyakorolni, hogy hogyan kell bánni a gyerekkel, mit kell csinálni a gyerekkel rettenetes, de a mai napig vannak olyan gyerekorvosok, védőnők, akik meg tényleg rendkívül elavult a tudásuk, és nem számít, tehát nem, nem is tudnak arról, hogy mennyire fontos a gyereknek a különböző egyedi paramétere egy problémának a megoldásához, ha nem csak azt mondják, hogy egy ekkora gyereknek ebben e ennyi jó hónaposan ezt kell csinálni, kész. Hála Istennek egyre több olyat hallok tőletek is, meg, meg Instagramon is nagyon sokan írtok, hogy milyen szuper védőnőtök van, és milyen fantasztikus gyerekorvosatok, és óriási boldogság a számomra ezt látni, meg bölcsődékről is hallok, hogy, hogy, hogy van olyan bölcsőd, ahol hordozzák a gyereket, hogyha a hordozva tud elaludni, ők maguk ajánlották fel a gondozók, tehát tényleg annyira, annyira jókat hallok azért, hogy, hogy van reményem arra, hogy, hogy, hogy bánhatunk jobban is a gyerekekkel a közeli jövőben. Szóval igen, a saját ismereteink, és ezen felül pedig elengedhetetlen egy megfelelő önismeret a gyerekeink érzéseinek és a működésének az elfogadásához, meg a megértéséhez, ami ami szintén legalább annyira nagy munka ez erre szert tenni, mint megfelelő ismereteket szerezni. Szóval ez is egy óriási munka, hogy ne feltételezzem. Tehát az egy, az egy önismereti munkával érhető el, hogy mondjuk ne feltételezzem azt a 6 hetes csecsemőről, hogy azért sír, mert meg akar engem ölni. Mert, ha, mert amíg azt gondolom, hogy azért sír, mert meg akar engem ölni, addig eképpen is fogok vele bánni, amikor sír, és ez nyilván nem, nem fog jóra vezetni. Szóval a skála a három nevelési elv mentén rajzolódik ki, ez a tekintélyelvű, a leszéfer, ami ugye ez a ráhagyó nevelés, és a válaszkész nevelés van középen. Tehát az egyik véglet az a tekintélyelvű, másik véglet a leszéfer, és középen van a válaszkész nevelés. Tehát sokkal többen gondoskodnak amúgy válaszkészen, vagy legalábbis dominánsan válaszkészen, mint ahányan ezt gondolnák. A gondoskodásnak minden területén megnyilvánul a választott gondozási elv, tehát ahogy dicsérünk, ahogy ösztönzünk, ahova helyezzük magunkat a gyerekkel való kapcsolatban, ahogy tápláljuk a gyerekünket, ahogy fegyelmezzünk. Most a táplálásra tényleg szeretném itt is kihangsúlyozni, hogy egyáltalán nem a szoptatásra gondolok, hanem az igény igényszerintiségre, mert cumisüveggel, tápszerrel és lefejt anyatejjel is, vagy donortejjel is, fantasztikusan jól lehet a gyerek igényeire reagálni. Tehát egyáltalán nem a szoptatás a feltétele a válaszkészségnek. Szóval igen, ahogyan táplálunk, arra is kihat, ahogyan a gyerektől kérjük a dolgokat, amiket elvárunk tőle, ahogyan a gyerekeinknek a hibázásaira reagálunk, ahogyan fogalmazunk, ahogy tanítjuk őt, ahogy óvjuk őt, ahogy bátorítjuk, ahogy vigasztaljuk, tehát mindenben megnyilvánul a választott, akár tudatosan választott, akár tudat alatt választott gondozási forma. Nagyon fontos tudni, hogy nem igazán vannak vett tiszta helyzetek, ezek az elvek néha összemosódnak, vagy éppen egyes helyzetekben felcserélődnek, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy melyik a domináns, és melyik érvényesül leginkább, hiszen nyilván emberek vagyunk, mindannyian elveszítjük olykor a türelmünket, lehet, hogy rácsapunk egy helyzetben a gyereknek a kezére, vagy, vagy rákiabálunk, vagy éppen magára hagyjuk, amikor sír, mert egyszerűen nem bírjuk idegileg, és tulajdonképpen a gyereket védjük meg magunktól azzal, hogy egy rövid időre szusszanunk, és elszeparáljuk magunkat a gyerektől. Tehát nem arról van szó, hogy aki néha-néha aki valamilyen formában akaratlanul, vagy a legkevésbé rosszat választva bántja vagy árt a gyerekét, nem, bántja a gyerekét vagy árt a gyerekének, akkor az már nem lenne válaszkész, hiszen ezekből a helyzetekből egyébként nagyon jól lehet fejlődni és tanulni. Szóval a tekintélyelvű, vagy a leszéfer nevelés, ugye a skálának a két vége, a tekintélyelvű az ugyan nevel, tehát hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekből csináljan ugye egy jó embert, de többnyire kegyetlen, és, és, abszolút figyelmen kívül hagyja a gyereknek az érzéseit. A leszéfer nevelés pedig gyakorlatilag egy ugye elhanyagulási forma, és, és ebbe minden bele tartozik, tehát ez, Feletartozik tartozik az is, hogy a gyereknek mindenféle vackot megveszek, ami sípol, vinyog, édesség, cukor, csokoládé, mit tudom én, 277 vidámparkba elviszem, csak ne kelljen vele, és az érzéseivel foglalkoznom, tehát amikor ilyen tárgyi, anyagi dolgokban próbálom a gyereknek, gyereket tulajdonképpen lekenyerezni, hogy nekem ne kelljen szembesülnöm azzal, hogy, hogy mennyire keveset adok a gyereknek. Egyébként ezt Felnőtt emberek szülei is csinálják még. Tehát mondjuk, amikor a, mit tudom én, baba kelendjére a, a, a nagyszülőktől kap a gyerek egy, milli, az egy, egy millió, az újszülött egy egymillió forintos bankszámlát, de őszinte jó szívvel mondjuk nem tudnak gratulálni, és szeretettel gratulálni a szülőknek. Na mindegy. Szóval az a közös a két végletben, hogy mindkét szemlélet azt tartja fontosnak elsősorban, hogy a szülőnek mi a fontos, méghozzá a kezdetektől, tehát a születéstől kezdve, és van egy elképzelés a gyerekről, hogy milyennek kell lennie, mihez kell alkalmazkodnia, nem számít a gyereknek az igénye, nem számít az, hogy milyen készségei vannak a gyereknek, hiszen ez is rendkívül változatos már újszülött korban is, nem számít a gyereknek a temperamentuma, a biológiai szükségleteiről nincs is tudomás, a gyerek érzései az aztán végképp teljesen lényegtelen dolgok, és a gyerekben nagyon hamar kialakul az, hogy neki valamilyenné kell válnia ahhoz, hogy szeretetet kapjon, vagy éppen, hogyha gyereket bántják, akkor folyamatosan azon dolgozik, hogy valahogyan megvédje magát, és ezzel a gyerekben nagyon hamar egy állandó védekező, vagy éppen egy állandó támadó attitűdöt fogunk kialakítani és ezen beállítódás mentén alakulnak ki majd a megküzdési stratégiái az életben. Magyarul vagy mindentől rettegni fog, és úgy rendezi be az egész életét, hogy ezeket a félelmeket, amiktől tart, elkerülje, vagy pedig folyamatosan senki nem fog bízni, és állandóan támadólag fo fog fellépni ez a bazmeg meg a fűnyírod medve esete, tehát amikor már eleve úgy számolunk a másikkal, hogy az biztosan ártani fog nekünk, és ez egy óriási stressz, az egész életünkre nézve óriási stressz. Tehát mind az állandó védekezési álláspont, és mind az állandó támadási álláspont rendkívül megterhelő a fizikai egészségre, a lelki egészségre, mindenre, nem beszélve arról, hogy mennyi mindent elvesztünk, mennyi mindennek a lehetőségét elveszítjük azzal, hogy, hogy, hogy ebben a helyzetben vagyunk. De hát ez az eredménye annak, hogyha gyerek igényei nincsenek szem előtt, hogyha ideje korán túl sokat várnak el tőle, vagy éppen túl sok dolgot vonnak meg tőle ideje korán. A válaszkész nevelés ezzel szemben, ezzel a két nevelési irányzattal szemben azt mondja, hogy ahhoz, hogy a gyerekek jól alkalmazkodjanak, eleinte nekünk kell őhozzájuk alkalmazkodnunk. Sokszor erőn felül. Ezzel idézzük elő azt, hogy annyi magabiztosságot és érzelmi stabilitást adjunk nekik, hogy sem támadó, sem állandó védekező pozíciót nem kell fenntartaniuk, mert a kezdeti gondoskodással annyi készséget adományozunk nekik, hogy az élet minden helyzetében meg fogják találni a megoldást. A gy és gyerekként, tehát igazából ez arról szól, hogy minden gyereknek van egy lelki-testi akkumulátora, amit fel kell töltenünk nekünk, szülőként, ahhoz, hogy utána az életükben felnőttként jól funkcionáljanak. És, és ez azt jelenti, hogy a, az első pár évben rengeteg áldozatot kell hoznunk azért, hogy a gyerekünk később egy feltöltött akkumulátorral jól helyt tudjon állni az életében. Vannak gyerekek, most akkor egy kicsit behozom ide a nagyobb igényű gyerekeket is, akiknek sokkal, sokkal nagyobb az aksia, vagy lassabban töltődik, és sokkal több energiába kerül feltölteni az ő életakkumulátorokat, mint mondjuk más gyerekeknek, hiszen a gyerekek nagyon különbözőek, és van, akinek sokkal kevesebb is elég, és a szülőknek nem kell belerokkanni abba, hogy a gyermeküknek meg legyen a komfortja. Ez nagyon-nagyon változatos, és bizony vannak olyan gyerekek, akiknél tényleg rengeteget kell áldozni, vannak gyerekek, akiknél pedig kevesebbet. Szóval az ő alkalmazkodó készségük fejlődik tulajdonképpen azáltal, hogy mi a kezdeti időszakban hogyan tudunk ő hozzájuk alkalmazkodni. Szóval, azzal, hogy mi, akik mondjuk válaszkészen neveljük a gyerekeinket, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ő igényeikre megfelelő válaszokat adjunk, mi leszünk azok a szülők, akik, akik segítünk a gyerekeinek abban, hogy fel legyen töltve az akkumulátoruk, fel legyen töltve a batyujuk, és legyen benne empátia, szeretet, érzelmi stabilitás, magabiztosság és, és ez, ezek mind elengedhetetlenek ahhoz, hogy boldog felnőtt életet élhessenek önazonosan majd a mi gyerekeink. Szóval nagyon hamar kinyílik gyerekként is a világ ezeknek a gyerekeknek, akik, akik nem szoronganak attól, hogy a szüleik szeretetéért mit kell megtenniük, vagy éppen a szüleik haragját miképpen tudják elkerülni, vagy éppen a szüleik figyelmét miképpen tudják magukra fölhívni, és sokkal bátrabban, ki, sokkal bátrabban indulnak neki a kinyílt világba. Az alapbeállítódásuk nem az lesz, hogy a világ tojik rám, vagy, vagy mindig bizonyos feltételek mellett leszek csak szerethető, vagy hogyha nem védem meg magam, akkor elveszek, hanem a világ jóságos, érdemes élnem, érdemes hallatni a hangom, érdemes vagyok a jóra, mert szerethető vagyok, jó vagyok, fontos vagyok, és hibázhatok ezért senki nem fog engem bántani, és fejlődhetek, és tanulhatok a hibáimból. Tehát ezekkel a beállítódásokkal indulhat a gyerek az útjára. És igazából, hogy mi a célja ennek az egésznek, és mi a célja a válaszkész nevelésnek, ugye ezt is sokszor halljuk, hogy a célja az, hogy egy szuper gyerek viszony alakuljon ki. Ez nem cél, ez egy eszköz, mert hogyha ez kialakul, akkor ez előrevetíti azt, hogy a gyereknek a világgal, illetve a többi emberrel is egy jó kapcsolata lesz, és jó embereket fog maga köré választani. Tehát a cél tulajdonképpen az az, hogy szeretetben, megbecsülésben neveljük fel a gyerekünket, akit komolyan veszünk, és úgy ismertessük meg a gyerekeinkkel a kereteket és a szabályokat, hogy, hogy nem bántjuk őket. Tehát nincs büntetés, sértegetés, kiabálás, stb., hanem, hanem a gyerekre odafigyelve és szeretettel fegyelmezzük a gyereket a pozitív fegyelmezés eszközével. Ennek is érdemes utánolvasni, és van egy videóm a pozitív fegyelmezésről is. Ajánlom nektek ezt is megtekintésre, hogyha bővebben érdekel ez a dolog. És ehhez elengedhetetlen, hogy ismerjük a gyerekeknek a működését, hogy ismerjük saját magunkat hogy felismerjük azokat az avart működéseket magunkban, amelyeket a szüleink a nevelésünk vagy a gondozásunk közben okoztak nekünk, nagyon sokszor természetesen akaratukon kívül. És nagyon fontos, hogy készek legyünk arra, hogy az első években óriási kapacitással forduljunk a kicsikéink felé. Tehát sok, aki, aki, aki mondjuk a leszéfer vagy éppen a tekintélyelvű nevelést választja, annak nem kell annyira sokat áldozni a testi-lelki fronton a gyerekéért, mint annak, aki a válaszkész nevelést válaszza. Tehát a válaszkész nevelésben az első évek tényleg igazán kegyetlenül kemények. De ez mind nagyon hamar meg fog térülni. Tehát pár év után már ez megtérül. És hogy miért mondom azt, hogy fontos, hogy ismerjük a gyerekeknek a működését? Azért fontos, mert ha nem tudjuk azt mondjuk, hogy a gyereknek milyen alvásra van szüksége, akkor, akkor, könnyen, könnyen olyan elvárások elé kerülhetnek mondjuk az alvás, alvásukkal kapcsolatban is, amire még nem képesek. És egyszerűen ezzel okozunk kárt nekik, hogy elvárjuk tőlük mondjuk, hogy nem tudom, hat hetesen, ha már rácsukom az ajtót, akkor magától szépen tudjon lenyugodni, elámosodni teljesen egyedül, és, és aludjon el léteznek ilyen gyerekek, tehát nem arról van szó, de ezt, mint alapelvárás, ezt nagyon-nagyon-nagyon károsnak tartom. Ez az egyik dolog, tehát először ugye a gyerekek működését kell ismerni, aztán, aztán nagyon fontos az, hogy a saját működésünket megismerjük, mert, mert ha mondjuk folyamatosan azt halljuk a saját szüleinktől, hogy jaj, mi is rádzártuk az ajtót, annó a három napig, sírtál, de aztán megtanultál aludni, nincsen semmi bajod, nézd meg, milyen rende vagy kislányom, semmi bajod nincsen. Nyilvánvalóan akkor, akkor sokkal inkább hajlamosak leszünk mi is megcsinálni mondjuk ezeket a dolgokat. És, és ennyi. Szóval, hogy ezért nagyon fontos, ez az önismeret is, meg a, meg a, gyerekkel, gyerekekről az megfelelő ismereteknek a, a birtoklása. Üm, igen, igen, igen. Szóval, hogy, hogy nagyon fontos, hogy az első években tényleg nagy áldozatokat kell ugyan hoznunk, és óriási kapacitással kell fordulnunk a gyerekünk felé, de ennek lesz az az eredménye, hogy életvidáman, bátran, magabiztosan a saját tempójában fog tudni majd eltávolodni a gyerek, megéli, megéli, majd a saját életét önazonosan, aként az emberként, aki ő valójában, nem pedig az, aként az emberként, akit én erőltettem rá, hogy legyen belőle, Boldogan, szeretetteljes kapcsolatokban fog tudni működni, és ezt fog tudni majd maga köré kialakítani. Ki tud majd állni a saját érdekeiért, vagy akár a gyengébbek érdekeiért. Együtt fog tudni érezni másokkal, mert vele is mindig együtt éreztek. Ismerni fogja a saját képességeit, a határait, az erényeit, és, és képes lesz a belátásra, a felelősségvállalásra, a kapcsolódásra, az elköteleződésre és a boldog élethez elengedhetetlen bizalomra. Tehát a hit, hogy ha én ebbe belevágok, ebből valami jó dolog fog kisülni, az olyan ösztönző, ami tényleg a boldog életnek az egyik legeslegfontosabb összetevője. Fontos azt is tudni, hogy nincsen tökéletes szülő, nincsen tökéletes gondoskodás, hiszen egy gyerek olyan sokat igényel a szülőből az első időszakban, amennyit képtelenség mindig a legjobb minőségben megadni neki, anélkül, meg pláne, hogy mi magunk ne töltekeznénk, tehát ez, ez egy lehetetlenség. És tényleg nagyon fontosnak érzem kihangsúlyozni, hogy nem érdemes a tökéletességet hajszolni, soha nem fogjuk elérni, lehet rá törekedni, de nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni abból is, hogy, hogy nem vagyunk tökéletesek, például a gyerekünknek is ezáltal megengedjük azt, hogy ő sem kell, hogy tökéletes legyen. Nagyon sok erőt ad az embernek az, hogyha tudja, hogy ezt miért csinálja. Tehát nekem a mindennapi küzdelmeimben az a meggyőződés, hogy ezt azért csinálom, hogy a gyerekem később egy önazonos, boldog, kapcsolódni képes, magabiztos, másokban és a világban bízó ember legyen, számomra olyan motiváció, hogy ha én ezt nem tudnám, akkor biztos, hogy nem tudtam volna végigcsinálni az elmúlt két évet. Ez száz százalék és biztos, hogy valamilyen utómódon okoztam volna a kárt. Biztos, hogy így is okoztam, hiszen ez elkerülhetetlen, de sokkal nagyobb kárt okoztam volna valószínűleg neki. Szóval igen, nekem ez például elképesztően sok erőt ad, és azzal, hogy, hogy értő és érző figyelemmel támogatjuk a gyerekeinket át a felnőtt életbe, felvértezzük őket szeretettel, bizalommal, empátiával, bátorsággal, gyengétséggel, a kapcsolódás képességével és vágyával egy olyan világot teremtünk, ahol majd nem akarjuk bántani egymást, ahol nem lesz ilyen mérhetetlen a kapzsiság, ahol az emberi érték, az ember értékes, is, ahol az ember számít, ahol, a, ahol majd a, az emberek nemet tudnak mondani a kegyetlenkedésre, ahol a gyengébbet támogatni fogják, és megsegíteni, és megvédeni, ahol az ember képes elköteleződni, és tenni a boldogságáért, anélkül, hogy át akarnak gázolni másokon, vagy mást rosszabb színben akarnak feltüntetni. Tehát azzal, ahogyan gondoskodunk a gyerekeinkről, egy jobb világot teremtünk. És a jobb világ reménye az a mi kezünkben van, a jobb világ reménye az a mi szívünkben van, a jobb világ reménye a mi gondoskodásunkban van, a jobb világ reménye a mi szavainkban van, a jobb világ reménye a mi gyerekeinkben van. Adjátok! tovább a jobb világ reményét. Kösz, hogy itt voltatok. Sziasztok!